Táncdalfesztiválok, majálisok, búslik és célövöldék világába repítette vissza a látogatóit a Szentendrei Skanzen, ahol ma és holnap a 60-as, 70-es éveké a főszerep. Ahogy a Kádár korszakban, természetesen most is lehetett sört és virsit is kapni, de talán a legnagyobb attrakció az átalakító műhely volt, ahol fodrász, sminkes és öltöztetők segítségével repülhetnek vissza a vendégek 50 évet az időben. Cukorkáért találták el a dobozokat, halázták ki a fahalakat és lőttek a céllövöldében a vendégek. De két játék között kikapcsolódásként a gyerekek felülhettek a retro körhintán a szekérre, a kiskocsiba, a szamárra vagy akár a lovacskára is. Választhatok belőle, jó? Ez már a similabda készítés. A 60-as, 70-es években a gyerekek leggyakrabban ezzel a játékkal tértek haza a majálisokról. Akkoriban fűrészporral tömték, ma már mást raknak bele. Faforgács kerül bele, mi ezt kaptuk most fűrészpor helyett. Azt kell összecsomagolni egy ilyen alakra, labdaformát alakítunk belőle, és aztán bevonjuk reppapírral, attól lesz szép színes. Egy igazi majálishoz illően volt virsli is, de nagyobb attrakciónak számított a vattacukor. Nagy pátna! Hatalmas! Amikor nem esszük meg, akkor lehető pána is lehet belőle. A vattacukor készítője beavatott minket a nagy titokba is. Beleöntöm a cukrot, és akkor a centrifugár is elő, a megfelelő hőfokon kiszórja. És akkor a pálcikára föl lehet tekerni. Mekkora a legnagyobb vattacukor, amit csinált? Hát azt meg tudnám mutatni, de azt a telefonba. Akkora volt körülbelül, mint a kislány. Tavaly ünnepelték a Skanzen alapításának 50. évfordulóját, ezért egy két szezonon át tartó 60-as, 70-es évekre fókuszáló programsorozatot hoztak létre. A retro majális ennek az egyik állomása. Abban bízunk, hogy egy picit ennek a korszaknak a kétarcúságát meg tudjuk mutatni, hiszen a diktatúrában is az emberek élni akartak, és ennek az életigenlésnek és a vágynak a kifejeződéseit is próbáljuk ide varázsolni. Most bemegyek ide a mögöttem látható fodrászadba, ahol teljesen át fognak alakítani, és elvileg úgy fogok visszajönni, mint aki a 60-as, 70-es évekből csöppent ide. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Nagyjából így nézhetett ki egy lány a 60-as, 70-es évek majálisában. Nekem most a sminkem és a frizurám nagyjából egy órán keresztül készült, és megtudtuk a fodrásztól, hogy régen a lányok beültek reggel 6-kor a fodrászszékbe, készült szintén nekik is egy óráig a frizuráik, de aztán az egész héten át tartott. Az ATV híradóját Gulyás Eszter tudósította.